Asszociatív adattípusok. A szótár tulajdonságai és metódusai. Ismerkedjünk meg a Visual Basic szótár adattípusával. A szótár a Dictionary osztály objektuma. Az elemek kulcsát a key, értékét pedig a value tulajdonságok segítségével kezeljük. Nem kell megijedned, a kulcstranszformációs függvénnyel semmi dolgunk. Ezt a program teljesen automatikusan intézi. Hozzunk létre egy új Windows alkalmazás szótár néven. Az űrlapon helyezünk el egy parancsgombot és egy címkét. A forráskódban először egy szótár objektumot deklarálunk. Az azonosítója legyen szótár, a típusa dictionary, mint látod, az off kulcs szó után meg kell adni a kulcs és az érték típusát. Most az egyik feladathoz kapcsolódva a piacon kapható almák fajtáját és mennyiségét tároljuk. Mivel a szótár objektum, létre is kell hozni, amit a new operátorral tehetünk meg. A deklaráció végén egy újabb zárójelpárban megadhatjuk a kapacitást is, ez a listáknál megismert módon kezeli a szótár objektumnak fenntartott helyet. A maximális méret jelzésével gyorsabb lesz a program, ami a versenyeken nem elhanyagolható szempont. A szótár objektumot a deklarációban inicializálhatjuk. A típus után a from kulcs szót követően kapcsol zárójelpárok között felsoroljuk az egyes kulcs érték párokat. Ezeket külön-külön is kapcsol zárójelek közé írjuk. Szótárunk tehát a Jonagold, a Golden és az Idaret fajtákat tartalmazza az itt látható mennyiségekkel. Ha már létezik egy szótárobjektum, akkor deklarálhatunk egy újabb szótárt, amelybe a program átmásolja a deklaráció végén kerek zárójelpárban feltüntetett szótár elemeit. Bővítsük a szótárobjektumot újabb elemekkel. Ezt az add metódussal tehetjük meg. Első argumentuma az új elem kulcsa, a második argumentum pedig az érték. Egyelőre csak elemi típusokat használunk értékként. Ez az utasítás, ha már létezik ilyen kulcs, futási hibához vezet. Alkalmazása előtt célszerű ellenőrizni a kulcs létezését. A szótár bővítésére egy másik módszert is alkalmazhatunk. Ennél közvetlenül megadjuk a kulcshoz tartozó értéket. Ha a szótár még nem tartalmaz ilyen kulcsú elemet, akkor programunk automatikusan hozzáadja. Ha már létezik ilyen almafajta, akkor pedig módosítja az előző értéket. Ezért nem ajánlom, hogy ilyen módon bővítsd a szótárt, könnyű véletlenül átírni már létező elemeket, ami nehezen felderíthető hibákhoz vezet. Sokkal jobban áttekinthető az add metódus alkalmazása, ebben az esetben azonban, mint az előbb említettem, meg kell vizsgálnunk, hogy létezik-e már az adott kulcsú elem. Erre rögtön visszatérünk. A szótár elemeinek a számát, azaz a kulcs érték párok számát a count tulajdonsággal kérdezhetjük le. Esetünkben ugye értéke 5. A program futtatásával ellenőrizd. A szótár egy elemére, mint már a bővítésnél láttuk, a kulccsal hivatkozunk. Ez játsza a statikus tömböknél megszokott index szerepét. Ha hivatkozunk rá, akkor az elem érték tulajdonságát kapjuk meg. Ha eleinte kissé furcsának is találod, mindig gondolj arra, hogy a kulcs az indexet helyettesíti. Vedd észre, hogy semmiféle keresésre nincs szükség, az asszociatív adattárolás miatt programunk egyből hozzáfér a Starking kulcsú elem értékéhez. Ha ebből például több mint 50 kg áll a rendelkezésünkre, akkor írjuk ki ezt üzenetként a felhasználónak. Az almák Starking hivatkozás itt is az elem értékét szolgáltatja. Szükség esetén persze az indexükkel is hivatkozhatunk a szótárelemekre, bár ezt csak ritkán fogjuk alkalmazni. Ilyenkor azonban jeleznünk kell, hogy a zárójelben nem a kulcsot, hanem az indexet adjuk meg. Erre az element-et metódus név utal. A szótár is nullával kezdi indexelni az elemeit, ezért az utolsó elem indexe count-1. Írjuk ki a címkére például szótár objektumunk tartalmát, azaz a kulcs érték párokat. Ehhez először számlálós ciklust használunk a már említett index határokkal. Egy-egy elemre az elementet metódussal és az indexével hivatkozunk. Ez egy szótár objektum,
ez egy eleme, tehát egy kulcsértékpár, amelynek van key, illetve value tulajdonsága. Ennél sokkal kényelmesebb az iterátoros ciklus alkalmazása. Az index helyett a ciklusváltozó itt rögtön egy kulcsértékpárt jelent, tehát közvetlenül hivatkozhatunk a key és a value tulajdonságra. Már most jelzem, hogy akár az element-et metódust használjuk, akár a ciklus iterátorát, ilyen formában nem módosíthatjuk a szótár objektum elemeit. Programunk mindkét esetben ugyanis csak lekérdezi az elemek kulcsát és értékét, de nem írja vissza az esetleges módosításokat. A szótárelemek ciklussal történő módosítására majd később fogunk visszatérni. Az elemekre természetesen közvetlenül hivatkozhatunk, ilyenkor a kulcs megadásával akár beírhatunk egy újabb értéket, akár az előző értéket módosíthatjuk. Az elementet metódus itt sem teszi lehetővé az értékadást, ha törlöm a megjegyzést, a kódszerkesztő azonnal hibásnak jelzi a sort. A szótárobjektum kulcsaira a contains key metódussal kérdezhetünk rá. Ennek visszatérési értéke igaz, ha szerepel a megadott kifejezés a szótár kulcsai között, egyébként pedig hamis. Ha például golden fajtájú almából kapunk 40 kilót, akkor megvizsgáljuk, hogy van-e már ilyen kulcsa a rendelkező eleme a szótárnak. Ha igen, akkor 40-nel megnöveljük az értékét. Ha nem, akkor hozzáadjuk a szótárhoz ezt a fajtát, melynek értéke 40 lesz. Javaslom, hogy általában így bővítsd a szótárobjektumot egy újabb elemmel. Nem csak a kulcsra, hanem az értékekre is rákérdezhetünk. A contains value metódus megkeresi, hogy van-e már az argumentummal megegyező értékű elem a szótárban. Mivel az asszociatív tárolási mód a kulcsokra vonatkozik, az elemek keresése a lineáris keresés algoritmusával történik, tehát nem túl gyors. Egy elemet a remove metódussal törölhetünk. Argumentumként az elem kulcsát kell megadni. Az add metódussal ellentétben az sem okoz hibát, ha nincsen ilyen kulcsú elem a szótárban. A remove valójában függvény, visszatérési értéke jelzi, hogy megtörtént-e a törlés, vagy nem talált ilyen elemet. Végül megemlítem, hogy az összes szótár elemet a clear metódussal törölhetjük. Ennek eredményeként üres szótárt kapunk. Mint már említettem, a szótárelemek ciklussal történő módosítására később fogunk visszatérni. Most lássunk egy versenyfeladatot a szótár objektum alkalmazására. Nyisd meg a nemes inf.lt.hu weblapot, majd kattints az archívum gombra. Keresd meg az 1997-98-as tanév második fordulójában az első korcsoport feladatait. Oldjuk meg a második állatkertek feladatot. Most hagyok egy kis időt, hogy elolvasd a szövegét. A feladat specifikációját a versenyeken mostanában alkalmazott formának megfelelően kissé módosítjuk. A bemeneten az első sor az N és az M értékét tartalmazza. A másodikban szerepel a K és az L, egy-egy szóközzel elválasztva. A következő N sor mutatja a kukutyini állatkert állatfajtáit és a darabszámot. Végül az utolsó M sorban látjuk ugyanezt a rátóti állatkertre vonatkozóan. Az elválasztójel mindenhol egy szóköz. Adjunk hozzá a megoldáshoz egy új konzolalkalmazást kozos néven. A forráskod elején importáljuk a konzolt, majd deklarálunk két szótárobjektumot, melyekben a kulcs az állat fajtája, az érték pedig a példányok száma, amellyel az állatkert rendelkezik. Ne felejtsük el a new operátorral létrehozni az objektumokat. Ugyancsak deklaráljuk a feladat szövegében szereplő értékeket tároló változókat. Az adatok beolvasásához szükségünk lesz egy string típusú tömbre, az első sor az N és az M, a második sor a K és az L értékét tartalmazza. A szótárak feltöltése szemléletesebben követhető, ha deklarálunk két segédváltozót. Kezdjük a kukutyini állatkerttel, a bemeneten várakozó N sorral. Beolvasunk egy sort, az első adat a fajtát,
a második pedig a példányszámot adja meg. Mivel egy állatkertnél egy adott faj nem szerepel többször, ezért most vizsgálat nélkül hozzáadjuk a szótárhoz. Ehhez az add metódust használjuk, első argumentum a kulcs, második argumentuma pedig az érték. Ugyanezt az eljárást végrehajtjuk a Rátóti állatkert állataira is, itt azonban szemléltetésként nem használtam segédváltozót, a temp tömb elemeire hivatkoztam. Vedd észre, hogy a példányszámnál a Visual Basic automatikus típuskonverziót végez, hiszen a temp tömb eleme string, a példányszám viszont egész típusú. Az állatkertek azokból az állatokból cserélhetnek, melyekből mindkettőnek legalább K példány áll a rendelkezésére. Vegyük sorra mondjuk a kukutyini állatkert állatait. Ne felejtsük el, hogy az elem, a szótár egy eleme, azaz egy kulcs érték pár. Hivatkozhatunk tehát a kulcs tulajdonságára. Szemléletesebb programot kapunk, ha ezt átírjuk a fajta segédváltozóba. Ha a kukutyini állatkertnek ebből a fajtából nincs legalább K példánya, akkor nem jöhet létre a csere. A continue for utasítással rátérünk a szótár objektum következő elemére, a következő fajtára. Egyébként pedig megvizsgáljuk, hogy a Rátóti állatokat tartalmazó szótárban szerepele egyáltalán ez a fajta, és van-e legalább K példány belőle. A Kantinsky metódus hívására feltétlenül szükség van, mert ha itt egy nem létező fajtára hivatkoznánk, akkor programunk futási hibával leállna. Ugyanezen okból alkalmaztunk logikai rövidzárat is. Ha minden feltétel teljesül, akkor kiírjuk a fajta megnevezését. Mivel a fajtákat egy sorba írtuk, ezért a végén ne felejtsünk el sort emelni. Gondold meg, hogy miért nem hajtjuk végre ugyanezt a ciklust a Rátóti állatkert állataira is. Lássuk az ajándékozásokat. Melyek azok a fajták, amelyekből az egyik állatkertnek legalább L példánya van, a másik viszont nem rendelkezik velük. Vizsgáljuk meg először a kukutyini állatkertet. Sorra vesszük tehát a szótár elemeit, itt is alkalmazunk segédváltozót, és ha ilyen fajta legalább L darab szerepel a kukutyini állatkertben, ugyanakkor a Rátótinak nincs ilyen, kiírjuk a fajta megnevezését. A soremelés után ugyanezt a vizsgálatot végezzük el a Rátóti állatkert állataival. Példaként itt nem használtam segédváltozót, mindenhol az elem kulcs tulajdonságára hivatkoztam. Segédváltozóval szerintem áttekinthetőbb a program. Próbáljuk ki. Hozzunk létre egy új be.txt nevű szövegfájlt a program bin debug mappájában. Nyisd meg, majd másold át a feladatban szereplő adatokat. Ügyelj arra, hogy az utolsó sor végén is legyen Enter. Mentsd a fájlt, majd visszatérve a programhoz, állítsuk be a konzol átirányítását. Most se felejtsd el kikapcsolni a Visual Studio felügyeletét. Ha futtatjuk a programot, a bin debug mappában létrejön a ki szövegfájl, ellenőrizhetjük a megoldást. Helyes eredményt kaptunk. A feladat szövege sajnos nem tartalmaz több tesztadatsort, de próbál ki a programot úgy is, hogy egyetlen állatot sem tudnak cserélni, illetve minden állatból mindkét állatkert rendelkezik a cseréhez elegendő példányszámmal. Ki tudsz találni más speciális eseteket is, amiket érdemes lenne kipróbálni? Ezt már rád bízom. Nézd át még egyszer a programot. Vedd észre, hogy egyáltalán nem alkalmaztunk lineáris kereséseket. Szótárobjektum használata nélkül ezeket nem kerülhettük volna el. Érdemes megoldanod a feladatot statikus tömbökkel és struktúrákkal is. Egy ilyen megoldást találsz a programozási ismeretek kezdő versenyzőknek című példatárban.